tőzsdéket támadja az euróra cirkáló. Azt tudjuk ugyanis, hogy a múlt heti Jackson hole bejelentés óta jelentősen gyengült az euró. Sokan kezdtek el megint arra játszani, hogy az LKB hamarosan életbe lépteti az új pénznyomdáját, és ez az elmúlt napokban ilyen jellegű mozgásokat hozott a tőzsdéken. Tegnap viszont változott a felállás, hiszen az LKB bejelentette, hogy a BlackRockot kérte föl arra, hogy tanulmány készítsen ezekről az eszközfedezetű jelzálók, papírok, azaz az ABS-ek vásárlásáról, ez már régóta lógott a levegőben, de pont ellentétes hatást váltott ki a kereskedésben. Nem, hogy nem gyengült az euró, hanem visszaerősödött, hiszen ez volt az első olyan mementó ebben a várakozási struktúrában, ami pont ellentétes folyamatokat váltott ki. Ma is érdemes figyelni a bejelentéseket, hiszen kora reggeltől teszik közzé a német tartományok a legfrissebb inflációs adataikat. Százország lesz az első, majd pedig délután kettő óra körül érkezik a teljes Németország inflációs mutató. Ha ez elmarad a várakozások, az egy újabb lendületet adhatna az euró gyengülésének, de ne felejtsük el, hogyha a csátra pillantunk, jelentősen gyengült már az euró az elmúlt hetekben, tehát inkább arra számítunk, hogy innen felfelé mozdul majd az euró dollár kurzusa.